Szép estét kívánok! Kedves nézőink, az Agrárinfóban szokás szerint ugye esztendőről esztendőre így a decemberi időszakot arra használjuk, hogy kicsit visszatekintünk, illetve néhány aktuális kérdést megvitassunk mindenkori vendégemmel. Annyit mondanék már is előtte, hogy a közös agrárpolitikáról nem fogunk tudni beszélni, hiszen bármennyire is fontos, és ennek az esztendőnek a felütéseként azt hiszem, hogy egy ragyogó évzáró lett volna, de hát ez most még hiány szenved, tehát az európai bizottságok még tárgyalnak erről, úgyhogy erről nem esik szó. Viszont beszélgetünk a családi gazdaságokról, növényi termesztésről, állattenyésztésről, egyaránt vendégem pedig hagyományosan Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. Nos, hát a kamara kiemelt feladatának tekinti az ős termelői és a gazdaság, családi gazdasági rendszer modernizálását, írják önök, illetve az agráradózás kedvezőbbé tételét. Így aztán kidolgozásra került az a törvényjavaslat, ami nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, a családi gazdaságoknak és az őstermelőknek egyaránt. Tehát legalábbis a működési formák kialakítása megkezdődött. Beszéljünk akkor erről egy kicsit. Ez olyannyira fontos, hogy már több év óta az Agrárgazdasági Kamara azon tüsténkedik, hogy hogyan lehet egy kedvező adózási rendszert kialakítani az őstermelők számára, vagy a családi gazdaságok számára, hiszen jelenleg meglehetősen kaotikus, bürokratikus rendszer volt ahhoz, hogy a kedvezmények maximalizálása megtörténhessen. Ebből származott az, hogy több őstermelő volt, családi gazdálkodó volt, egymásnak adogatták jobbra-balra bérbe a dolgokat, eszközöket, egyebeket, hogy valahogy kijöjjön az a szám, amit gyakorlatilag a adózási lehetőségek biztosítanak. Igen ám, de amikor sok részre volt valami véve, akkor a bankok azt mondták, hogy hát ez egy láthatatlan, kaotikus rendszer, és nem szívesen hiteleztek ezeknek a gazdaságoknak. Elvéve tőlük azt a potenciális lehetőséget, ami a jövőbeli fejlődést mutatja. Ezért az Agrárgazdasági Kamara már jó pár évvel ezelőtt elkezdte azt forszírozni, hogy hogyan lehetne egy nagyon egyszerű rendszert kialakítani, amiben maximalizálva van az adójóváírási lehetőség, és egységességet biztosít a bankok számára is, bizonyos értelemben átláthatóságot is e tekintetben, tehát transzparenciát. Emlékszünk még rá, hogy már azzal kezdtünk, hogy 100 millió forintig szeretnénk a adó kedvezményt elérni. Hát nagyon sok buktatón keresztül jutottunk el a mostani időig, amikor végre megszületett egy olyan törvény, és ezt most nagyon nem részletezném, ami mindenkinek jó. Jó a bankoknak, jó az államnak, mert átlátható lesz az őstermelői rendszer, és jó az őstermelőnek, hiszen jelenleginél lényegesen nagyobb adókedvezményekben részesül. Nem akarom részletezni, hogy le lehet számolni többek közt a földvásárlásra költött összeget. Az adózási alap, ha egyáltalán van, vagy lesz, az mentes a támogatásoktól, és számtalan olyan kedvezményeknek a sora van, ami segíti az őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát és a családi vállalkozásokat abba, hogy eredményesek tudjanak lenni, hitelt tudjanak felvenni, és valóban a gazdasági élet pezsgésében minden tekintetben részt vegyenek. Mindenkinek javaslom, hogy olvassák el a törvényt. Bármi kérdésük van, forduljanak a falugazdászokhoz, forduljanak a kamarához, mert nagyon sok szakértőnk és kamarai alkalmazottunk készséggel áll a rendelkezésükre, hogy ki tudják választani a számukra a legkedvezőbbet, a legbiztonságosabbat, amiben később persze változtatni is lehet, de annál jobb, hogyha a legelső alkalommal is már annak a közösségnek, vagy az az őstermelők egyének gazdálkodik, a
a legjobb megoldást választja. Ráadásul ugye két működési forma áll rendelkezésre, az egyik a családi gazdaság, ami eddig is volt, a másik pedig családi mezőgazdasági társaság. Ezek Igen. is újdonságok. Én azt hiszem, hogy egyéni vállalkozóként, illetve családi mezőgazdasági társaság tagjaként is sokkal, de sokkal jobban járnak. És hát ez az adategyeztetés egyébként még hadd tegyem hozzá végszóként, hogy 2021. június 30-áig tart, tehát bőségesen van ideje mindenkinek eldönteni, hogy mit szeretne. De az a lényeg, hogy a közös őstermelő igazolvány már nem feltétel, hiszen ez notát működik. Nos, hát akkor viszont nézzük az idei esztendőt, és maradjunk a agrárgazdaság pillérénél, a szántóföldi növénytermesztésnél. Maradjunk annál is inkább, mert ugye erről már beszéltünk, csak most így összefoglalóan azért figyelembe kell vennünk, hogy általában mindig úgy kezdjük, hogy milyen volt a telünk, illetve milyen volt az őszi időszakban, a vetés időszakában az időjárás, hiszen ez alapjaiban meghatározza a tavaszt, tehát az új évet mindenképpen. Nagyon-nagyon kacifántos évünk volt, hogy így fogalmazzak. Nem csak a járványok tekintetében, hanem az időjárás vonatkozásában is. Egy-két szélsőséget vennék ki azért, mert számtalanszor beszéltünk nyilvánvaló különféle adatokról, de ezekbe a keretbe helyezve tudunk esetleg jobban eligazodni az év megítélése tekintetében. Március 8-tól egy nagyon aszályos időszak elkövetkezett be. Április 4-től május 14-ig, 120 éve van nyilvántartva a meteorológia, a legaszályosabb időszak volt. Tehát csúcsra került. Na most ez azt mutatja, hogy borzasztó tavaszunk volt. Ráadásul hideg is volt, el is húzódott épp emiatt a felmelegedés, és hát a tavaszi csírázó növények, hát bizony nagyon nehezen tértek magukhoz. Most csak egy kitekintés, hogy közben jó pár nap májusi fagy volt gyümölcstermesztés és gyümölcsnél, majd visszatérünk rá. De ez teljesen egyértelművé teszi, hogy az időjárás nagyon nagy pusztítást, idézőjelbe, vagy terméskiesést hozott, minden tekintetbe. Tehát az őszivesztéseknél is, tehát legfontosabb kegyérgabonánk, legalábbis azt gondoltuk, hogy a búza nagyon megsínyli. Hát az őszi bokrosodás hiába indult el valamilyen szinten, a tavaszi aszály ezeket a kalászokat nem engedte igazából kibontakozni, és amit itt beszéltünk akkor tavasszal is, hogy a növény úgy van genetikailag beprogramozva, hogy ő magot akar hozni. Ha egy kalászba csak pár magot is, tehát előbb indult igazából be a generatív szaporodása, és ugye a magszár, mint ahogy kellett volna, mert ő már látta, hogy a csapadék hiány, az kikényszeríti genetikailag azt, hogy magszárba induljon. Tehát ezeket figyelembe véve a terméseken van persze kivétel, nem látszik annyira, főleg az őszi kalászosok tekintetében, mint ahogy látszik a tavasziak vonatkozásába bizonyos károsodás. Miért? A őszi árpa az 5,6 tonna per hektár lett országosan, a gabona 5,3. Igaz, hogy különbségek mutatkoznak, méghozzá nem kis különbségek, hogy a takarmány, és az étkezési búza vonatkozásában az étkezési búza jobban megsínlette ezt az időszakot, és hát nem kellő sikér-fehérje tartalommal reagált erre a arid viszonyokra, és éppen miatt most nagyon nagy szeme van a búzának, ára van, most szeme ára, gyakorlatilag bizony bekukucskál 70 fölé bőségesen, és már sok-sok éve nem volt erre példa. Sajnálatos viszont az továbbra is, hogy nincs 5000 forint per tonna különbség továbbra se az étkezés és takarmánybúza között, de hát ez egy most már nagyjából hagyományá válik, viszont a jó minőségű
étkezési búzát azért keresik, és bizony lehetséges egy-egy üzletkötésnél, hogy ezt most már túl is licitálhatja, ebbe az évben ezt az 5000 forint nem meglevő különbséget. Igen, mondja néhány top menedzser, hogy az jár jól igazából, akinek van megfelelő raktárkapacitása, mert ha egy kicsit még a búza bent alszik, akkor lehet, hogy még jobban járnak tavasszal. Hát ezt nem tudom egyelőre. De tény, hogy nagyon jó ára van a búzának. Nagyon jó ára van a búzának, és ez természetesen segítette, hogy Európa szerte arid viszonyok voltak. Tehát nem volt Európa szerte olyan jó év. Hát Romániában óriási aszályok voltak, a kukoricán is gyakorlatilag meglátszik. Menjünk a repcére. Még egy pillanat a búzára, elnök úr, mert hogy nemrégiben olvastam, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, tehát mi magunk dolgával törődünk, az úgy rendben van, viszont fantasztikus fejlődésnek indult el az orosz búzatermelés. Ez mennyiben változtatja meg, csak egy rövid kérdés, a világpiacot? Hiszen eddig lesajnált volt az orosz búza minősége, kiderült, hogy technológiai és a többi újdonságokat vezettek be, és az elmúlt 10 évben rohamosan fejlődnek. És állítólag, nyilván én ezt nem tudhatom pontosan, de a minőségével sincs semmi probléma. Tehát igazi malmi értékű a búzájuk. Ez így igaz. Amíg fiatal korunkban azt hallgattuk a rádióba, vagy a televízióba, hogy a világpiac nagyon érdeklődik, hogy Oroszország, akkor még Szovjetunió, mikor fog vásárolni étkezési búzát, mindenki a világpiacon e körül gyűlt. Most attól nem retteg, de tart, hogy mikor fogja piacra dobni Oroszország a étkezési gabonakészleteit. Bődületes mennyiségű készletekkel rendelkezik és termeléssel 30-40 millió tonnát is piacra tud dobni, jó minőségbe, az arab piacokon tarol gyakorlatilag, a Krimikit kötőből meg gyakorlatilag minden tengeri útvonalat el tud érni a étkezési gabonával. Viszont nem csak a gabonáról van szó, sertésből az év elején önellátó lett Oroszország. Pillanatokon belül megjelenik a sertés exportpiacokon. És még ne hagyd ne soroljak más növényeket, vetőmagokat, most mi még ötödikek vagyunk a világba vetőmag forgalmazás és export tekintetében, pillanatokon belül Oroszország, az orosz mezőgazdaság valóban az innovatív technológiákkal, megfelelő gépesítéssel át fogja venni számtalan helyen a piaci vezető szerepet, de hogy az első háromban benne lesz, ez egészen biztos. Ez már csak fanyar dolog, hogy az embargó köszönik szépen, jót tett nekik, rákényszerültek arra, hogy gőzerővel és teljes arccal a mezőgazdaság korszerűsítését végezzék el. Igen, no, repce. Nagyon jó körülnézni hazánkban, hiszen tudjuk, hogy repce nagyhatalom lettünk, ha úgy tetszik, viszont az idén túlságosan korán jött ez a gyönyörűséges sárgasága a megyének is. Aztán nagyon kellett aggódnunk, hogy a repce termés a mínuszba fordul, ha úgy tetszik. Igen, a telet átvészelték, reguláció egyéb megvolt, gyakorlatilag viszont a szárazság miatt így igaz, nagyon sárgálottak rögtön ideje korán a határban a repcetáblák, és az oldalágazások nem tudtak rendesen kifejlődni, és ennek meg is lett a következménye. 2,5-es, szinte az utóbbi idők leggyengébb repcetermése következett be. Szerencsére a gazdák nem tántorodtak el a repcetermesztéstől. 311 ezer hektáron takarítottuk be a repcét nyáron, és 289 ezer hektáron van elvetve. Tehát természetesen csökkenés tapasztalható, közel 8%-os, de ez még a általános hullámmozgásokba gyakorlatilag belefér. Viszont a repce ára minden idők
legmagasabb recceárait csapkodta, bizony nagyon magas árakba is bekukucskált, és húzta magával jó értelemben a napraforgót is. Tehát a repce továbbra is egy gazdaságos növény tud lenni. A legnagyobb probléma a neonikotinoidok betiltása kapcsán, a csávázószereknek a nem megléte, vagy nem használhatósága, ami azt jelenti, hogy amikor vontatottan kelt most ősszel is a repce, hol kikukucskált, hol nem a talajból, a repceból, ha megtámadta. És ami később jött ki, ott már a meglévő csávázó szereknek a hatástartalma nem volt meg. Tehát azonnal permetezni kellett, ráadásul ugye nem mély hatású, hosszú hatástartalma, tartalma felszívódó szerek vannak, amik engedélyezve vannak. Tehát nagyon nagy tudomány kell a repce termesztéshez, és nem vagyunk pariba Európa több országával, hiszen az eseti engedélyt 240 ezer hektáron Lengyelország még megadta. Mi ebbe az országban nem kaptuk meg ezt a lehetőséget, tehát a repcetermelők ezt nem kapták meg. Nyilván én nem vitatom a környezetvédelmi okokat, de hát ez mindenképpen egy hátrány számunkra. Mennyi az igazság abból, hogy nagyon sok alaptermesztő, aki repcére esküszik, abba fogja hagyni, ha nem jön meg az engedély, mert akkor nem éri meg, ha úgy tetszik. Ez nem elképzelhetetlen, de én azt látom, hogy amíg, ha idén is folytatódik ez, hogy repce ára ilyen magas lesz, és stabilan lehet termelni, akkor többen fognak vállalkozni, hiszen azért ezek az igen magas árak, a 170 körüliek is, bizony, már 170 ezer, nyilvánvalóan ott vagyok, hogy milyen súlyegységhez tesszük, per tonna ez azért magas ár. Ez kimondottan magas ár, és még ennél egy picivel alacsonyabb árnál is szerintem lesz repce termesztő, hiszen a magyar gazda megtanult jól repcét termelni, megvan hozzá a technológiája, mondom kivétel a növényvédőszerek vonatkozásába, de hát ezt bizonyos innovatív dolgokkal azért, ameddig lehet, nyilván addig pótolni tudja. Napraforgó, ha már olajosoknál tartunk, bizony megszenvedte az aszályt, a termés eredményen nem is döntött rekordokat, tehát 2,8 tonna per hektár lett, az ára kimondottan jó, kedvező volt és magas volt, viszont nagyon gyenge a jelenlegi vetőomeg előállítás az idejében. Tehát én mindenkinek javaslom azt, hogyha nagy napraforgó termesztő, és jövőre is akar napraforgót vetni, időbe szerezze be a vetőmagot, mert meggyőződésem, hogy bizonyos hiányok várhatók e tekintetben, már csak azon oknál fogva is. Hiszen most tudjuk, hogy milyen csapadékos az időjárás, mennyire nehezek a talajok, vízzel telítettek, mennyire nem tudták elvetni sokan a őszi gabonákat, sokan ugye november végén, még december elején is próbálkoznak vele, mondván, hogy majd tavasszal fog kijönni a földből, tehát különféle technikák vannak erre, de akinek nem sikerültek, még a szántások se kukorica után, és már nem vetel semmiféle őszit, az tavasszal könnyen megesik, hogy a napraforgót választja. Igen. Tehát lesz egy nagyobb igény napraforgó vetőmagra, és a hagyományos termelők nem kellene, hogy kimaradjanak azonoknál fogva, hogy e tekintetbe kivárnak. De hát ezt a gazdák bölcsességére bízom, mindenki akkor veszi meg azt vesz meg előre, amit ő jónak lát, mert nyilvánvalóan vannak kedvezmények, amiket azért ilyenkor célszerű kihasználni, hogyha van olyan forgó eszközünk és tőkénk, amit be tudunk e tekintetbe fektetni. Még érdemes az olcsó hiteleket is megnézni, hiszen lehet, hogy a hitel sokkal olcsóbb átmenetileg, mint az a kedvezmény, amit adott cégek most megadnak bónuszként, vagy évvégi kedvezményként, kinek milyen megoldások vannak a tarsolyába. Tehát a napraforgó után természetesen az egyik főnövényünk a kukorica. Igen. Kukorica tekintetében hát
nagyon szép termés átlagú van az országban, az egyik legmagasabb, 8,6 tonna per hektár, még van kint egy kevés kukorica is, tehát csak 97%-os a betakarítottság. Tehát valószínű ez nem fog változni se fölfelé, se lefelé lényegesen, pár tizedet nyilvánvaló. Igen. De a mennyiség, azt tudjuk. Minőség és ár. Korántsem mindegy, hogy a tőzsde miként reagál a mennyiségre. A minőség az jó, nincs probléma a toxinokkal és egyebekkel, tehát most egyedileg egy-egy eset persze előfordul, de nem toxinosak az idei kukoricák. Eladási gondok nincsenek, mert viszik az árut, magas az ára neki, hát abszolút jó ára van a kukoricának. Ennek az oka pedig az, hogy Európa szerte a kukoricára nagyon rossz idők jártak. Mit jelent Romániában? Olyannyira aszály volt, hogy alig termett nézőjelbe kukorica, ezért a Dunán, a Tiszántúlról, tehát a keleti régiókból már vitték is ki. Tehát oda is ment. És akkor számtalanszor szoktam mondani, hogy itt vannak a hazai etanolfeldolgozók, gyakorlatilag bioetanolfeldolgozók, szeszgyárak, stb. Amelyik hát több millió tonna kukoricát tudnak felvenni, és most a külpiacokon is keresik a kukoricát. És miért? Hát ha megnézzük Ukrajnát. Ukrajnában a termés kilátások, azok olyan 36 millió tonna körüli kukoricát jeleztek. Nemrégiben módosították 26-ra. Tehát óriási, több mint 10 millió tonnával kevesebb lesz Ukrajnába. És közben Kína a 7 millió tonnás importot felemelte 13 millió tonnára. Tehát van egy nagyon erős kínai szívóhatás, van egy aszály sújtotta európai régió, van egy ukrajnai aszályos év. Ezért a kukoricának nagyon erős keletje van, és vásárlása van, még a chicagói tőzsdén is. És ez nagyon lényeges dolog. A pár gondolat, és csak nagyon röviden a többi növényről, burgonya. Azért, igen, azért ez fontos nekünk. Azért veszem a burgonyát, mert úgy néz ki, hogy a burgonya hamarosan áldozata lesz az időjárás változásnak. 8000 tonna körüli burgonya termesztő területünk van, gyakorlatilag 26 tonnányi per hektár a termés eredményünk az idei évben. Nagyon sok burgonya áll raktárba, nagyon alacsony ára van neki, és bizony nagyon nehéz a termesztése, ugye ez a termésátlag jelzi is, hogy bizony az aszály nem tett jót neki. Ennek ellenére az ára nem emelkedett, hanem csökkent, ugye a nagyobb importnyomás tekintetében látjuk, ugye lengyel és egyéb burgonyák vonatkozásába, és nagyon-nagyon tör föl a batáta, az édes burgonya, kinek mi tetszik megnevezésbe, és bizony már jó pár ezer hektáron termelik a batátát Magyarországon, a boltoknak teljesen napi pultnak a részvevője lett, az ára ennek megfelelően csökken, és nagyon sok ember váltott a burgonyáról, hát a dietikusok szerint tartalmasabb, magasabb ásványanyag tartalmú, beltartalmú batáta felé. Valószínű, hogy a éghajlati viszonyok kedvezőbbek is lesznek e tekintetben a batáta termesztésre, ha ez így folytatódik, mint a burgonyára, illetve hát a burgonya megmarad azokon a hidegebb területeken, ami erre alkalmas, vagy átterelődik adott esetben a Kárpát-medencei termelési körzetre, vagy gazdasági térre, Erdélybe. Ott kiváló helye van a ott pityókának nevezett burgonyának. Nagyjából ennyit a főnövényeink
tekintetében. Igen, annál is inkább, mert hogy az időnk letelt, és a következő műsorban természetesen folytatjuk, hiszen fontos, hogy szó essék a gyümölcstermesztők esztendejéről, nagyon fontos, és hát a következő beszélgetésünk fő témája pedig az állattenyésztési ágazat idei 2020-as éve lesz. Úgyhogy addig is köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. És kedves nézőink, tehát ahogy ígértem, a következő műsorunkban folytatjuk ezt a témakört, hiszen a 2020-as mezőgazdasági év egyik legfontosabb történései értelemszerűen az állattenyésztésben zajlottak, és hát persze oda kell, hogy figyeljünk a gyümölcs termesztésre is. Én pedig köszönöm szépen a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!